Szép napot kívánok! A mai ízes élet adásában készítünk egy fenséges laktató reggelit, ami egy palacsinta, körtével és mogyolókrémmel töltve, utána pedig egy gyümölcsös szapkását, ami pillanatok alatt elkészül. Ha már fenséges és laktató palacsintáról beszélek, akkor a tésztán kívül megmutatom, hogy mi is kell hozzá. Egy kis mogyorókrémet használok körtével, és a legvégén török mogyorót is szórok a tetejére. Na de ne menjünk ennyire előre, elkészítjük először a palacsintának a tésztáját, ami egy picike fehér liszt, és ezt felöntjük tejjel. Eddig ugyanúgy néz ki, mint maga a hagyományos palacsinta. Először összekeverem egy műanyag spatulával, és amikor nagyon szépen elkeveredett ez a massza, akkor jöhet majd a kézi habverő. Közben látják, hogy már én is egy picikét koszos vagyok, na de konyhában vagyunk, úgyhogy ezt bocsássák meg nekem. Ezután átkeverjük ezzel a kézi habverővel. A lényeg az, hogy csomómentes legyen. Most jöhet a palack és a tölcsér, amit már alig vártam, hogy megmutassak önöknek, hiszen ez egy nem hagyományos palacsinta lesz, azaz a tésztájában igen, de az elkészítési módjában egyáltalán nem. Most ezt az egyveleget áttöltöm az üvegbe. Szépen át is csurgott, de ezt még benne hagyom, hiszen most jön még a tojás, az étolaj, mindent beleteszünk. Egy csipet só is kerül bele, és akkor most jön az összerázás. Ahogy összerázom, a tészta krémesebb lesz, igazán habkönnyű, úgyhogy nem csak a szóda, azaz a savas víz kerül bele, és attól lesz lágy és habos a tésztája, hanem magától, hogy összerázzuk az alapot. Természetesen, ha van lehetőségük, akkor hagyják a tészta alapot pihentetni a hűtőben nagyjából egy olyan fél óra, egy óráig, hiszen akkor egy picit besűrűsödik, és akkor utána adunk még hozzá folyadékot, ettől egy picit lazább lesz a tészta. Belekerül a szénsavas víz is, és akkor összerázhatjuk. De ne sokat, hiszen a széndioxidot és ezt a levegőt kirázzuk ebből a masszából, úgyhogy csak egy picit átforgatjuk, minden egybe van, minden egybe keveredett, és akkor jöhet a palacsinták kisütése. Olajat teszek a felhevített serpenyőbe, nem kell sokat, egy kicsikét, és akkor utána kisütjük az első palacsintát, megnézzük, hogy milyen az állaga, és attól függően teszünk bele még több lisztet, vagy még több folyadékot. Az első palacsinta kisült, nekem egy picit vastag lett a tésztája, tehát itt az a lényeg, hogy lejjebb veszem a hőfokot, és ahogy teszem bele a tésztát, az jobban el tud terülni, nem kapja rögtön oda a serpenyőnek az alja, úgyhogy mehet a második, egy picit közben én már levettem a serpenyő hőfokát, és látják, most nagyon szépen körülírt a palacsinta tészta a serpenyő alján, és most láthatóan sokkal vékonyabb lesz a tészta, úgyhogy a második az biztos, hogy jobb lesz, mint az első. Ennek viszont nagyon örülök. A második is elkészült, és ahhoz, hogy ne száradjanak ki, én szoktam fogni egy konyharuhát, amivel letakarom a palacsinta tésztát, és így a gőzben nagyon szépen visszapuhulnak. Nagyjából ez a recept, amit én készítek, az olyan 8-9 palacsintára elég, úgyhogy majd megtöltjük vele ezt a tepsit, hiszen ez majd megy be a sütőbe, de előtte még jön a finom töltelék, ami lesz a mogyorókrém és a körte. Az utolsó palacsinta is elkészült, ezt is gondosan takarjuk le, a gőzben nagyon puha lesz, és akkor most készíthetjük ugyanabban a serpenyőben, amiben a palacsintát kisütöttük, magát a tölteléket, amihez használunk vajat, hiszen azt szeretnénk, hogy ez igazán krémes legyen, és ebben a körtét és egy kicike cukrot lepirítunk, és ezzel töltjük meg majd a palacsintát. Vigyázzunk vele, hogyha a serpenyő nagyon forró, akkor a vaj nagyon hamar megég, ezért én teszek egy
kevés olajat hozzá, ez elvegyül a vajban, és akkor nem ég meg annyira. Szépen felhabosodott, jöhet bele a körte. Próbálják majd ki ennek a mogyorókrémnek, nagyon jó íze van a körtével, és nézzék meg, hogy én nem pürésítem, hanem ilyen apró kis kockákra vágtam, és akkor ezt forgatom meg a vajon. Jöhet rá a cukor. A töltelék összeesik, és én már hozom is a tálat, amit kivajazok, és akkor majd ebbe kerülnek a palacsinták. Ugyanis én nem csak kisütöttem először serpenyőben a palacsintákat, hanem utána mehetnek a sütőbe, hogy összeérjenek az ízek, nagyon meleg legyen, ez a szósz, ez a mártás ráolvadjon. Látom, hogy itt van egy kis fahéj, amit beleteszek, ez a körtével mennyei illatot ad. Igazi őszies, ugye az őszi időszakban gyakran használunk körtét, és hát az alma mellett kellőképpen mellőzött gyümölcs sajnos, de ne felejtsék el fogyasztani, nagyon sok vitamin tartalma van, ásványi anyag tartalma, úgyhogy nyugodtan fogyasszák, mint például ebben a desszertben. Ez még így összeáll, összerotyog, addig én a palacsintákat már el is kezdem tölteni. Mégpedig először van egy kis mogyorókrém, amit egyébként házilag is el lehet készíteni nagyon könnyen. De most én egyesével mindegyiket megkrémezem. A körtés töltelék elkészült. Az állaga nagyjából ilyen mézszerű, ilyen sziruposra hasonlít. Ha ilyen, akkor tökéletes. Ez körülvonja a körtét, ez a vaj, a fahéj, amit beletettünk, és a cukor is, mindegyikbe beletöltjük, és óvatosan fölcsavarjuk. Ha több palacsintájuk van, mint amekkora tepsijük, akkor nyugodtan egymásra is tehetik a megtöltött palacsintákat. Elkészült az utolsó, és most jöhet a mártás, amivel szépen leöntjük. Ezt nézzék meg, milyen szép a palacsinták közé folyt, a körte a tetején megáll, az le fog pirulni a sütőben, ropogós lesz a legtetején, egyenletesen oszlassuk el ezt a tölteléket, jöhet rá a barna cukor, és mivel igazából a palacsinta már készen van, a töltelék sem nyers, ezért csak egy 5-10 percre a sütőbe 180 fokon beteszem. Pedig jöhetnek a hétindító és energizáló zapelyhes gyümölcsös reggelik, amihez először mind a két kis befőttes üvegbe teszek zapelyhet. A zapelyhely kiválóan beleilleszthető a rost hiányos táplálkozásba, csak nagyon figyeljenek arra, hogy sok-sok folyadék kell hozzá, a gyomorba érve telít, laktat, szóval sokáig nem leszünk éhesek tőle. A zappehelyre jöhet a csiamag. Ezzel a kis magocskával már sokat főztünk itt az Édes Élet konyhájában. Nem csak főztünk, hanem sütöttünk is, érdemes azokat a recepteket is megkeresni. Ezek viszont ahhoz, hogy folyadékot szívjanak fel, jöhet mind a kettőre a tej. Ez megpuhítja őket. És a tej után a zsíros joghurt, ugyanis én egy ilyen zsírosabb görög joghurtot használok hozzá, ez az, ami eltelít, krémességet ad neki, tartalmat, hiszen majd ezt az egészet összekeverjük, és akkor úgy tudjuk mondjuk reggelinek fogyasztani. És akkor jöhetnek a különféle ízesítések. Tudják, mit arra gondoltam, hogy készítünk egy hét indítót, amivel mondjuk hétfőn kezdünk, ez egy igazán energizáló, vitalizáló reggeli lesz, mehet bele a csodálatosan szép sárgarépa. A sárgarépára jöhet egy csipet fahéj, ennek kifejezetten jó íze van a répával együtt, és a legtetejére pedig a dió. Ezt nézzék meg, hogy milyen csodálatos ez a reggeli. Itt a másik, ebbe is beleteszem a hozzávalókat. Arra gondoltam, hogy mondjuk ezt úgy elnevezhetnénk, hogy a hetet túlélő reggeli zapkása, mondjuk ezt szerdán fogyasztani, és akkor egészen péntekig hihetetlen erőben és energiában lehetünk.
ebbe beletettem áfonyalekvárt, jöhet hozzá szárított áfonya, de ha valakinek van esetleg friss vagy fagyasztott, azt is el tudom hozzá képzelni. És ennek a legtetejére mehet egy kis citrom. Ugye ez a citrom, ez a fanyar íz felerősíti az áfonyának az édességét, hihetetlen jó kiegészítője, amellett, hogy nézzék meg, mennyire csodálatosan néz ki. Ez a két reggeli ötlet el is készült, most viszont megnézem a palacsintát, mert isteni az illata. Nézzék meg, mennyire szépen összeértek így a folyadék, a töltelékkel együtt, a palacsinta aranybarnára sült, egy kevés folyadék még maradt alatta, de ha semmi baj, tudják, mit ezzel még meglocsoljuk, és ez még magába szívja. Elkészült ez a fenséges, mennyei töltött palacsinta, és ez a nagyon könnyen elkészíthető két zapkása, úgyhogy ha önök is kíváncsiak a receptre, akkor azt az ízeselet.hu-n megtalálják, viszontlátásra!